Útjára indult a Margaret Island tavaszi turné, és az első állomás ma este itt az Aquarium klubban lesz. Hát sziasztok, srácok! Őszinte leszek, azért még kint nagyon hűvös van, még azért télies az idő, de én már érzem a tavaszt, és bízom benne, hogy tényleg hamarosan jön a jó idő, de ti hogy vagytok? Gondolom, tele vagytok energiával, lendülettel a tavaszi turné kapcsán. Igen, nagyon-nagyon vártuk, hogy újra színpadon állhassunk, és egy teljesen új setupot hoztunk most is. Most egy kicsit ilyen rockosabb tematikában fogjuk megmutatni a dalokat, és hát még itt az Akkaniumban nem játszottuk soha az új lemezünknek a dalait, úgyhogy azokat is elhoztuk ma este. Pont amúgy akartam kérdezni, hogy hogyan fog összeállni ez a különleges műsor, mert az Instára pont ezt írtátok, hogy nagyon különleges lesz a ma este. Akkor ezek szerint nem csak az új album dalait fogjuk hallani, hanem felcsendülnek akár a régiek. Én mondjuk nem tudok elképzelni, hogy Margaret Island koncert, hogy az eső ne szólalna meg, de gondolom nem én vagyok így az egyetlen, de mégis akkor hogyan áll a ma estétek? Igen, hát alapvetően próbáltunk néhány régebbi korábbi lemezekkel levő dalokat elővenni, és igazából elég sokat dolgoztunk a hangszereléseken, átalakítottunk dalkötéseket, megvariáltunk. Igazából nyilván ez nekünk is jó, mert így tartjuk magunkat frissen, hogy nem szeretünk mindig ugyanúgy eljátszani dolgokat. Nemrég képzeljétek el, hogy pörgettem a TikTokot. Hát unalmas óráim van, nem én vagyok szerintem az egyetlen, aki ezt pörgeti, és nagyon boldog voltam, hogy megtaláltalak benneteket is. Miért döntöttetek úgy, hogy akkor ezen a platformon is ott vagytok, és milyen tartalmakat szoktatok megosztani, vagy milyen tartalmakat szeretnétek majd a jövőre nézve megosztani? Hát haladni kell a korra, mi is szeretjük az újdonságokat, ez egy nagyon új terep még nekünk, de mi is figyelgetjük, szerintem egy csomó jó dolog van fent, és mindenkinek a saját érdeklődésének megfelelő dolgokat dobja ki, és szerintem ez is egy jó platform arra, hogy megmutassuk azt, hogy milyenek vagyunk, hogy telnek a backstage-ben a napjaink, és akár tudunk zenei tartalmakat, meg tudjuk mutatni, hogy tényleg ki milyen személyiség a csapatban. Úgyhogy ezzel még sok-sok minden aprósággal készülünk TikTokra is. Nemrég jelent meg egy új dalotok, és hát Viki, gratulálok, mert hát ezt addig is tudtuk, hogy gyönyörű hangod van, de hogy ennyire jól táncolsz, ez nekem kicsit olyan, mintha nem tudom, ilyen kortárs táncos lennél. Igen. De mégis miért tartottad fontosnak, hogy ebben a videoklipben akkor ennyire megmutasd, hogy ez egy táncos klip? Én nagyon-nagyon szeretem, amikor több művészeti ág ötvöződik egy dolog, egy klipben belül, akár vagy egy koncerten belül, és még kortárs táncosokkal, kortárs balettosokkal nem dolgoztunk soha, úgyhogy most úgy éreztem, hogy ez egy olyan dal, aminek nagyon-nagyon mély a mondani valója, és hogyha már ennyire alter, meg van mélység, akkor ezt egy táncos fiúval közösen tudnánk a legjobban kifejezni, hiszen nagyon sok, most azért fejtem meg ezt nehezen, mert nagyon sokan nem értik a mozgásnak a kifejező erejét, vagy hogy milyen mozdulat, mi mit jelent, és ez így nagyon sokszor ilyen kérdés is a komment szekcióban, hogy ezzel most mit szerettetek volna kifejezni. Ez egy hosszabb sztori lenne, de mi a dalnak a mondandója, az minden egyes mozdulat mögött ott van ebben a klipben is, és én nagyon örülök, hogy ez összejött. És hát mindig kellenek új kihívások, ahogy a TikTok, úgy a tánc, meg hát amit én művelek a színpadon, az egy ösztönös dolog, és ez tök jó volt most kicsit így ilyen korlátok között, vagy kordában tartva megcsinálni és kigyakorolni. És mennyit gyakoroltál rá? Mennyit kellett erre készülni? Ez egy 10 alkalom volt, igazából tényleg az volt csak nehéz, hogy az ember elengedje magát, és hogy a másikra tudjon így támaszkodni, hiszen tényleg folyamatosan elkapnak, vagy megpörgetnek, és ez nekem egy fura volt, úgyhogy ahhoz a mentális felkészüléshez kellett ez a 10 alkalom inkább szerintem. Mondhatjuk azt, hogy nagyon sűrű időszak áll előttetek, mert hogyha csak megnézzük a tavaszi turnénak a helyszíneit, akkor nagyon sok városban ott lesztek. Bízunk benne, hogy nyáron azért nagyon sok fesztivál is lesz. Azt is tudjuk, hogy hát azért a Margaret Island minden hazai fesztiválon ott van, és szinte főfellépők vagytok, de mégis mondjuk a koncerteken kívül mi mindennel készültök? Új dal, esetleg egy új lemez, mondjuk hát nemrég jött ki, nem tudom, hogy mennyi energiátok van még erre az évre. Igen, hát most már azt elárulhatjuk, hogy augusztus 6-án lesz majd egy Budapest Parkos koncertünk, igazából az lesz szerintem a következő nagy ilyen budapesti, amire így készülünk. És igen, beszéltünk erről is, hogy lehet, hogy jó lenne majd új dalokat is írni, de ez még a jövő zenéje, majd meglátjuk. Azok legyenek meglepetés. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó bulit már a srácok! We'll be right back.
sötétben.